A Nemzeti Bank felügyelőbizottságának kihelyezett ülésére érkezik a pénzjegy nyomdához Papcsák Ferenc. Az audit, amiben ül, havi 500 000 forintért bérli az elnöknek a Nemzeti Bank. Havonkénti 1,2 milliós fizetését is a jegybanktól kapja. A Nemzeti Bank felügyelőbizottsága ma csak az alapítványok ingatlan vásárlásairól tárgyalt. Az alapítványi szerződések és támogatások hivatalosan nem kerültek szóba. Papcsák Ferenc, aki korábban a Fidesz országgyűlési képviselője is volt, kifelé is csak intett egyet szolgálati kocsiából és elhajtott. Hivatalos interjú kérelmünkre a Nemzeti Bank sajtóosztálya azt írta, hogy Papcsák elnök úr mai napra tervezett, időhiány miatt roppant korlátozott sajtóprogramja megtelt. Az MSZP elnöke ma azzal vádolta a felügyelőbizottság tagjait, hogy szemet hunytak a történtek felett. A felelősség terheli a fideszes és jobbikos összetételű felügyelőbizottság tagjait, hiszen asszisztáltak mindehhez a folyamathoz. A sokáig titkolt alapítványi szerződésekből kiderült, hogy mások mellett Szemerei Tamás, Matolcsi György unokatestvérének cégei is jól jártak, és arra is jutott pénz, hogy 70 millió forinttal támogassák a Matolcsi Györgyről szóló könyv kiadását. Önök ezt megpróbálták eltitkolni. De sikerült? Így reagált a kormányszóvivő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arra a felvetésre, hogy az országgyűlés kormánypárti többsége korábban törvénymódosítással próbálta elérni, hogy ne lehessen nyilvánosságra hozni az adatokat. Kovács Zoltán politikai hisztériakeltésnek tartja a botrányt, de azt is szóba hozta, hogy a vs.hu egy tucat újságírója mondott fel, miután kiderült, az alapítványok 500 000 forinttal támogatták a lapot, szerinte a fizetésüket is vissza kellene adni. Most azt hallom a politikai cirkusz jegyében, hogy a függetlenségű jegyében felmondta, visszaadják az addig felvett pénzüket? Az alapítványi pénzek titkosítását képviselőként kezdeményező fideszes Bánki Erik pedig kijelentette, nem hibáztak, amikor először úgy döntöttek, eltitkolják, mire költik a pénzt. Én nem gondolom, hogy hibát követtünk el, mert nem akartuk titkolni az alapítványok működését. Volt egy, ezt is elmondtuk a parlamenti vitában is, volt egy jogi vita, volt két álláspont. A tanácsadóink egy része, szakembereink egy része azt mondta, hogy szerintük azáltal, hogy az alapítói vagyon átkerül az alapítványhoz, és ezzel az alapítónak közvetlen elhatása már nincs a pénzfelhasználására, ez gyakorlatilag így elveszti a közpénz jellegét. Az MSZP holnap a Nemzeti Bank előtt tüntetésen követeli Matolcsi György lemondását.